Magyar Kanizsa önkormányzata idén is készül, hogy közösségben megünnepelje az államalapítás és első István király ünnepét, amely évtizedek óta hagyományosan összefonódik az új kenyér ünnepével. A Szent István nap és új kenyér ünnep idén, augusztus 18-án lesz Magyar Kanizsa város főterén, azon a helyszínen, ahol most már a rendezvény otthonára is talált. A rendezvény sorozat tulajdonképpen már a nulladik napon, augusztus 17-én szombaton kezdődik, hiszen egy kiállítás megnyitóra invitálunk mindenkit, mégpedig este 7 órától a Dobó-Tihamér galériába. Nemezeink címmel Mezei Erzsébet önálló kiállítását láthatjuk, mégpedig, ahogy a címből is leszűrhető, Erzsébet által készített nemezekből. A nemez egy tradicionális kelme, Erzsébet pedig szakavatott ismerője annak, hogy ebből az anyagból milyen tárgyakat lehet, milyen művészeti alkotásokat lehet készíteni. A kiállítást egyébként másnap, augusztus 18-án a rendezvény napján 16 órától 20 óráig bárki látogathatja, hiszen a galéria ajtaja nyitva lesz, ezt követően pedig augusztus 30-áig tekinthetik meg az érdeklődők a képtárt hagyományos munkaidejében. Ami a vasárnapi programot illeti, augusztus 18-án úgy kezdjük a napot, mint ahogy azt minden évben szoktuk ezen a rendezvényen. Először is a katolikus szentmisére kerül sor, mely 8 óra 30 perckor veszi kezdetét a Szent Őrangyalok katolikus templomban, amely mise keretében megszentelésre, megáldásra kerül az új kenyér is. Ezt követően a kenyérszentelése sor kerül a pravoszláv templomban is Magyar Kanizsán. Ami pedig a rendezvény igazán érdeklődésre számottartó részét illeti, az délután 4 órakor kezdődik a város főterén. 4 órakor a gyermekprogramok foglalják el majd helyüket a kisparkban, ahogy ez lenni szokott, én viszont most mindenek előtt a színpadi programot osztom meg önökkel. Délután 5 órától várjuk a legkisebbeket, de feltétlenül felnőtt kísérettel, hiszen idén a Buborék gyermekzenekar szórakoztatja a legkisebbeket. Ugyanakkor ez az interaktív koncertshow a felnőtteknek is tartogat majd feladatot, úgyhogy így tudunk minden korosztályt bevonni ebbe az élménybe. Abba az élménybe, amelyet egyébként milliónyi Buborék fog kiegészíteni, és maga a nagy Buborék is, azaz Buborék Berci, aki alig várja, hogy próbára tegye a gyerekeket. Tehát délután 5 órakor már színpadi koncertre várunk minden kedves érdeklődőt. Ezt követően 6 órakor Feke Pál fellépése következik a színpadon. Feke Pálról annyit kell tudni, hogy Magyarország egyik legismertebb és legelismertebb musical színésze. Több mint 70 musicalben és rockoperában játszott főszerepet, az igazi országos és azon is túlmutató ismertséget az István a király rockopera főszerepe hozta meg a számára. Ezt követően számos szakmai és közönség díjat is elnyert. Előadásában a Szent István nap és új kenyér ünnepen itt Magyar Kanizsán elsősorban az István a király rockoperából hallhatunk majd betétdalokat, de természetesen a hangulathoz felcsendül majd Máté Péter és Zorán néhány ismert dala is. Ahogy azt már az elmúlt néhány évben a szervezők eldöntötték és megszervezték, úgy lesz idén is egy olyan zenekarunk, amely fúvós zenekarként nem csak egy helyben adja elő majd a produkcióját, hanem a kisparkban közlekedve, sétálva is teremt majd igazi utcazenei fesztiválos hangulatot. Idén alkalmunk lesz Magyar Kanizsán köszönteni a debreceni Kelet Brass Bandet. 7 tagú csoportról van szó, akik fúvós hangszereken játszanak, és adják elő az örökzöld slágerek mellett napjaink slágereit is. Az első bemutatkozásuk tehát 18 óra 50 perckor a Városháza előtt lesz, utána pedig 8 órától újra várjuk őket, de akkor már azt az ígéretet tették, hogy sétálni fognak, és az egész főteret, a kisparkot bejárják majd úgy, hogy közben zenélnek. Az ünnepélyes kenyérszegésre idén 19 óra 20 perckor kerül sor, és ahogy azt a hagyomány diktálja, polgármesteri beszéddel, a kenyérhez kötődő imádsággal és a kenyér az új kenyér kiosztásával fog mindez zajlani.
A nap fő attrakciója 20 óra 30 perckor lesz, majd mégpedig a Vegas Show Band koncertjével a nagy színpadon. A Vegas Show Bandről annyit kell tudni, hogy már másodszor köszönhetjük őket Magyar Kanizsán. Aki emlékszik az első fellépésükre, az pontosan tudja, hogy remek hangulatot varázsolnak, hiszen Magyarország legkeresettebb parti zenekaráról van szó. Pont ez garantálja, hogy egyrészt a 20 éves sikerük és a töretlen sikerük a zenei körökben, másrészt az, hogy a zenei válogatásuk egyaránt tartalmazza az örökzöld dalokat, mint napjaink toplistás slágereit, melyek előadásában vezető szerepet vállaltak, hiszen a hangzás az majdnem olyan, mint az eredeti. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk ezeken a zenei programokon, amelyet 22 óra 30 perckor az ünnepi tűzijáték zár majd. És akkor néhány szót ejtenék a Kisparkban zajló eseményekről is. Miénk a park címmel évek óta szeretettel várjuk a gyermekes, kisgyermekes családokat különböző foglalkozásokra. Ezekben az interaktív játékokban és foglalkoztatásokban segítségünkre van minden évben a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény, a Zengő Tájház Egyesület Oromról, és most már második évben csatlakozik hozzánk az Ősök Hangja civil szervezet is. Természetesen a Generáció Egyesület fajátékai, melyek igazán populárisak és közkedveltek a gyermekek körében, azok is kiállításra kerülnek. Mindezt a kavalkádot, mint minden évben, most is kiegészíti a ringató foglalkozás, idén Hardi Klem Katalinnak köszönhetően, ahova végképp a legkisebbeket várjuk, a karonülőket, akik közös ölbéli játékokkal szórakozhatnak a szüleikkel egyetemben. Tavaly hatalmas sikere volt a Báb Színházi előadásainknak, idén is úgy döntöttünk, hogy nem hagyjuk ki a programból, és a kaposvári Báb Színtér előadóját köszönhetjük a Kisparkban, mégpedig Vitéz László és az Elátkozott Malom című vásári bábjáték előadásával. A történet arról szól, hogy a Molnár mester malmát megszállják a szellemek és az ördögök, és nem hagyják, hogy a Molnár megőrölje az emberek buzáját. A Molnár Vitéz Lászlót hívja segítségül, hát az pedig vasárnap kiderül, hogy hogy sikerül megszabadulniuk a szellemektől és az ördögöktől. További kísérő programjaink pedig a következők, ahogy az lenni szokott a Városháza előcsarnokában. Képzőművészeti kiállítást tudunk berendezni, mégpedig azoknak a gyerekeknek köszönhetően, akik részt vesznek a meghirdetett rajzversenyünkön. A Barátom Buborék Berci elnevezést viselő idei rajzversenyre is vártuk az alkotásokat. Ezeket mindenki megnézheti a Városháza előcsarnokába, az eredmény hirdetése pedig 3:47-kor kerül sor, tehát közvetlenül az ünnepélyes kenyérszegést megelőzően, és erre az alkalomra is várjuk a gyerekeket, hiszen nem tudhatják, hogy ki nyer díjat közülük, de minden kis alkotót meg fogunk jutalmazni. A legszebb kenyérverseny idén is megrendezésre kerül, várjuk a legszebb kenyereket. Valóban nem az íz és a konzisztencia fontos, hanem az, hogy ki készíti a legszebb kenyeret. A hagyományos kategóriákban, versenykategóriákban hirdettük meg ezt a megmérettetést, magánszemélyektől, egyesületektől és pékektől is várjuk az alkotásokat. Bárki részt vehet a versenyen, aki a rendezvény napján 16 óra és 17 óra 30 között átadja az általa elkészített kenyeret a Városháza parkolójában felállított és erre kijelölt faházakban. Kirakodó vásár, lacikonyha, vendéglátósok, vidám park és nagyon-nagyon gazdag kézműves kiállítás várja ezen kívül a Kisparkban és a Főutcán az érdeklődőket. Ami pedig a forgalomkorlátozást illeti, technikai információként mindenki figyelmét felhívom, elsősorban az autóval közlekedők figyelmét, hogy a Városháza előtti szakaszon és a Testvériség Egység utca egy részén, egészen a Jován Jovánovics Máj utcáig forgalomkorlátozás lesz érvényben, mégpedig a rendezvény napján hajnali 5 órától, augusztus 19-én hétfőn hajnali 5 óráig, tehát mindösszesen 24 órára vesszük ki a forgalomból ezt az útszakaszt, és a megértésüket előre is köszönjük. Magyar Kanizsa önkormányzata minden kedves érdeklődőt, vendéget, magyar kanizsaiakat, községbelieket és ideérkezőket szeretettel vár a Szent István nap és új kenyérünnepre, augusztus 18-án.